Na, igen, valami olyan egész mondatban, hogy az iskolában szokták mondani, nagyon jó érzés az ő dalait énekelni, mert egyrészt a személyes, hogy személyesen ismertem, és akkor úgy elképzelem, vizionálok, hogy mit a mennyből néz le rám, és hogy na, Tomikám, ez jó. De ez egy kicsit azért túl romantikus a sikeredet, de ezek annyira jó dalok, és ez most a komoly része, amit mondani akarok, ezek annyira jó dalok, hogy bármibe át lehet rakni. Tehát, hogy én mint alapvetően rocker lelkületű valaki, én is nagyon jól. Tehát mikor csináltuk a Kártágon ezt a Máté Péter lemezt, akkor mondom, ez az, most csinálunk egy olyan rockzenét ezekből a végül is a Stúdió 11-el fölvett nótákból, hogy ez attól kódul mindenki. Remélem jól sikerült. Tehát, hogy ki lehet tekinteni az ő életművéből, lehet kitekintgetni a diszkótól a heavy metalig bármerre, mert annyira alapvetően én egyébként is ilyen beállítottságú vagyok, ilyen a dalban hiszek. Tehát ha egy dal jó, akkor az jó regiben, az jó swingben, mindenhogy jó. És a Péter dala ilyenek. Főleg, hogy a világnak vagy annyi, hogy a szintén, 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 hogy a szintén